Tarjányi Péter a vendégem, jó estét kívánok! Szép estét. Hát nekem ez nem tűnik álbotránynak, hogyha most valaki, mert idéztük, hogy mit mondott a Jobbik képviselője, hogy ez egy álbotrány, hogyha egy ilyen ügyben kérik a mentelmi jog felfüggesztését az Európai Parlament elnökétől, akkor ott valamiféle nyomozás már van, az egész biztos. Azt viszont én nem tudom, hogy a kép, hogy eljusson a nyomozóhatóság arra szintre, hogy mentelmi jog felfüggesztését kéri, az mennyi idő alatt állhat össze egy kémkedés ügyében? Minden kémkedés biztos, hogy más, de úgy általában ez milyen hosszú időt vesz igénybe? Felderítési oldalról, tehát itt egy kicsit így a szavak keverednek, tehát itt a szakaszat nyomozás, tehát igazán felderítés, tehát az Alkotmányvédelmi Hivatal, tehát nevezők nevén az elhárítás, kémelhárítás, felderítési tevékenységet végez. Ők nyílt nyomozást nem hajtanak végre, nyilvánvalóan nyílt nyomozás az a rendőrség, illetve az ügyészség feladata. Kémkedési ügyben, illetve olyan témában, ahol adott esetben egy országgyűlési képviselő, vagy egy Európa Parlamenti képviselő lehet a célszemély, úgymond, ezt a nyílt tevékenységet az ügyészség végzi el, esetünkben ugye a központi nyomozó főügyészség. Itt nyilvánvalóan volt egy felderítési munka, és én nagyon egyszerűen fogalmaznék, a gyanú alapos, tehát egy ilyen ügyben az, hogy mentelmi jog felfüggesztését kérje a nyomozó főügyészség, nyilvánvalóan csak akkor történhet meg, hogyha azokat az előzetes információkat, azokat a felderítési adatokat az Alkotmányvédelmi Hivatal a feljelentésében, amit egy ilyen művelet lezárásaként átad a nyomozó főügyészségnek, prezentál és megmutat. Ez a fajta tevékenység biztos, hogy nem egy-két hét, hanem maga a felderítés szerintem hónapok, de inkább legalább egy év, amit itt esetünkben nézni kell. És itt végül is van egy döntési pontja az ügyészségnek, hogy azokat az információkat megismerve ezeket minősítse és eldöntse, hogy itt megállhat ez a gyanú. És onnantól kezdve, hogy ők úgy értékelik, hogy igen, ez tényleg egy súlyos bűncselekmény gyanúját veti fel, akkor megteszik azokat a lépéseket, aminek az első mozzanatát láthattuk, és kérték a mentelmi jog felfüggesztését. Semmiképpen sem szeretnék párhuzamot vonni, bár a Magyar Nemzet megtette egy keretes írásban, de most az jutott eszembe, hogy alapos felderítés, legalább egy év, hiszen itt számtalan adat, tehát ezt mondjuk filmbéli élményből is el tudjuk képzelni, és hogy tehát mindenképpen alapos munka kell, hogy megelőzze, hogy valakinél alapos legyen a gyanú a kémkedésre. Aztán eszembe jutott egy másik eset, amikor itthon politizáló politikusokat gyanúsítottak meg a kémkedéssel, az előzetesüket kérték, nagyon súlyos bűncselekményben, tehát vezető politikusként, itt ugye Szilvási Györgyről volt szó, mint tárca nélküli miniszterről és társairól, vezető száron elviszik a bíróságra, és onnan aztán a bíró úgy dönt, hogy nem is kell előzetesbe kerülniük, mert tehát akkor valami mégsem állt meg ebből a gyanúból, vagy az ügyészségi gyanúból. Tehát ott ez alapján nem tudom, hogy kijelenthetjük-e azt, hogy biztos, hogy nagyon alaposan felderítették, és nagyon alapos a gyanú. Itt egy kettős helyzet van. Tehát egyrészt én nem hasonlítanám a két ügyet egymáshoz egyáltalán. Én sem. A másik, hogyha azt kérdezi tőlem, hogy mennyire látok ebben politikai kommunikációs lehetőséget, és mennyire látom ezt, hogy mondjam, szakmailag rendben lévőnek, akkor azt mondom, hogy reggel értettem, amikor a híreket hallottam a politikai részét, hiszen egyrészt kampány van. Teljesen bevett szokás ma Magyarországon, hogy ilyenfajta titkosszolgálathoz, rendőrségi ügyekhez kapcsolódóan valami a kampányok előtt fölröppenjen, akármilyen téma kapcsán. És most nem erről a kémügyről beszélek, az elmúlt 4-5 év történéseit, hogyha nézem, ha valamilyen fajta országgyűlési vagy Európa Parlamenti kampány volt. Tehát ez az egyik irány. Nyilvánvalóan ez egyfajta politikai, kommunikációs hadüzenet is lehet a Jobbik felé, hogy itt az a fajta Fidesz-Jobbik bizonyos témákban lévő együttszavazás azért itt megszakad, és itt van egy eléggé komoly választóvonal. Ez szakértők azt mondják, politikai szakértők, őket is meghallgattam délelőtt, hogy azért nagyon komolyan erősödött a Jobbik az elmúlt hetekben, és ezt kompenzálhatják egy ilyen dologgal. Igen, hát én ezt kérdeztem Ulyás Gergelyt, hogy mit szól ahhoz, hogy azért sok elemző feszegette ezt, hogy a Fidesznek kellett kiadni a kilövési engedélyt, hogy ez megtörténhessen. Igen, tehát ezért mondom azt, hogy ennek a politikai részét értem, és itt rögtön ez a
Bárhogy nézik, egyszerűen nem tud jól kijönni a Jobbik, hiszen hogyha ez az úriember bejut és ismét Európa parlamenti képviselő lesz, hát ugye most a kikérése is akkor történt, amikor nem tudják kiadni, mert hogy egyébként nem ülésezik az Európa parlament, tehát hogy ez egy érdekes kérdés, és ezt nagyon csodálkoznék, hogyha az ügyészség ne tudta volna, hogy most ahova kiküldik ezt a kikérőt. Vagy azt majd 25-én fogják megválasztani. Azt majd akkor döntik el, és ez majd a választás után lesz. Tehát ez egy ilyen rókafogta csuka helyzet, amiben van egy kommunikációs pillanat, amikor egyszerűen, ha nyer az illető, akkor rögtön az az első kérdés, hogy akkor az ő mentelmi jogát felfüggesszék, vagy nem, mert ő lehetséges, hogy kém. Ezt politikai szempontból még egyszer mondom, értem. Szakmai szempontból az, hogy a Magyar Nemzetben kell olvasnom, hogy egy kémügyben, egy esetleges kémügyben, egy eléggé súlyos kémügyben, ahogy Szigetvári Viktor fogalmazott, egyébként egy pontos, hogy mondjam, szakkifejezés használt, ugye a befolyásolás. Tehát az, ami ebben az esetben felmerülhet, az nem a klasszikus kémkedés, mert ugye a legtöbb film élmény abból táplálkozik, hogy valamit meg kell szerezni, egy mikrochippet, a titkot, a nagy titkot. A befolyásoló ügynök pontosan azt a munkát végzi, amikor híreket lát bizottságokban, abban a támpontot, hogy kik azok, akik gyenge pontok abban a bizottságban, merre felé mozog a világ, most nem ebben az ügyben, mert tényleg az ártatlanság véleme nagyon fontos. Például 1945-46-ban volt az Egyesült Államokban egy olyan személy, aki majdnem pénzügyminiszter lett, és kiderült róla, hogy nagyon komolyan az orosz, akkori szovjet érdekeket képviselte, és hát ilyen szempontból ő abszolút befolyásoló ügynökként lebukott, és ő is bírósági vizsgálat alá került. A következő napokban több minden ki fog majd derülni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Rövidesen csat, aztán 9 órától láthatják az Európai Parlament jelenlegi elnöke és kihívója Martin Schulz és Jean-Claude Juncker vitáját, úgyhogy nézzék az ATV-t. Viszontlátásra!